Az iskolapszichológusoknak elképesztően összetett feladatuk van, hiszen nem csak a diákok mentális egészségéért felelnek, hanem munkájukkal az iskolát, a pedagógusokat és a szülőket is segítik. Vendégem Balog Anna, a kerület óvoda és iskolapszichológusi koordinátora, akivel erről a szép hivatásról és az újpesti helyzetképről fogunk beszélgetni. Szia Anna, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Örülök én is, hogy itt lehetek, köszönöm. Körülbelül egy éve voltál itt a stúdióban, és akkor szóba került az újonnan munkába állt óvoda pedagógusoknak a munkája is. Mi történt veletek az elmúlt egy évben? Mi az újpesti helyzetkép? Tulajdonképpen van-e valami újítás, változás? Óvodapszichológusok. Tehát az újpesti nevelési tanácsadó, ahogy régebben hívták, tulajdonképpen régóta hagyományosan jó kapcsolatot ápolt mindig az intézményekkel, az óvodákkal, iskolákkal. De klasszikus értelemben, mert óvoda vagy iskola pszichológusi hálózat nagyon sokáig nem volt. Úgyhogy 5 évvel ezelőtt, 2016-ban a tankerület vette fel az első iskolapszichológusokat, és ez a csapat ez nagyszerűen bővült, már a 21 iskolapszichológus dolgozik Újpesten. És tavaly nagy örömünkre pedig az óvodapszichológus tímnek a megalakulása is elkezdődött, ennek a hálózatnak az építése. Az önkormányzat fölvett tavaly 3 óvodapszichológus kollégát, és idén még egyet hozzájuk, tehát most 4-en vannak. Ennek nagyon örülünk, még kevés, igen, 20 óvoda van, tehát reméljük a bővítés, de nagyon-nagyon jól működtek, még a Covid általi rendkívüli módon megnehezített helyzetben is nagyon sokat tudtak segíteni a szülőknek és a pedagógusoknak, és hát rajtuk keresztül a gyerekeknek természetesen. De az iskola pszichológusoknál már egészen komoly múltja van ennek az együttműködésnek. Népszerű szakmának, pontosabban hivatásnak számít egyébként ez? A pszichológia vagy az iskola pszichológia? Az iskola pszichológia konkrétan. Tulajdonképpen az is, nem volt gondunk azzal, amikor mondjuk új embert kerestünk. Ha valaki elment, mondjuk, tehát más munkahelyet keresett, vagy szülni ment, vagy vidékre ment, akkor nem volt abból gond, hogy találjunk új munkatársat. Tehát egy állásra sokszor akár egy tucat jelentkező is volt. Ugye a pszichológia az eleve nagyon népszerű, minimum 20-szoros új jelentkezés van, ha nem több. És ezen belül, mondom, az iskola pszichológusok is jó. Tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas szakma olyan szempontból, hogy egy terepmunka. Tehát egy ilyen igazi nyüzsis terepmunka, ahol ez a hármasság érvényesül, hogy a pedagógusokkal, a szülőkkel, a gyerekekkel, a diákokkal egyszerre lehet találkozni, és így olyan sok tapasztalatot szerezni, amit esetleg más munkahelyen nem lehet. Tehát más típusú, más a nehézsége és más a szépsége, mint mondjuk a szakszolgálatban, vagy klinikán, vagy rendelőben, vagy máshol dolgozó pszichológusoknak. Miben tud egy iskola pszichológus segíteni, és hogyan lehet hozzájuk fordulni? Hát az, kezdem a második kérdésemmel, arra egy picit könnyen válaszolni. Az első kérdés az maga a végtelen. Nos, hogy hogyan lehet hozzájuk fordulni? A pedagógus is jelezheti a pszichológusnak, iskola pszichológusnak, hogy úgy látja, hogy az osztályában, vagy abban, ahol ő tanít, valamelyik gyereknek valamilyen jellegű problémája van, ez lehet bármilyen. De fordulhatnak azzal is, hogy az osztályközösségről érzik úgy, hogy valahogy nem működik igazán jól, hogy nem elég összetartóak a gyerekek, vagy éppen bántalmazás van, vagy motiválatlanok. Tehát ilyen osztályszintű dinamikai problémával is kereshetik az iskolapszichológust. A szülők is megkereshetik az iskolapszichológust. Ezeknek megvan a módja, minden kolléga megad vagy e-mailt, vagy telefonszámot, de nyilván a pedagógusokon keresztül is el lehet őket érni. Tehát a szülő is érzékelheti, hogy valami gond van a gyereknek a viselkedésében, vagy az érzéseiben, és a nagyobb gyerekek már maguk is megkereshetik az iskolapszichológust. Ez persze úgy van, hogy a szülőknek a hozzájárulása minden esetben kell. Tehát a minimum, hogy egy papírt aláírnak, nyilatkoznak arról, hogy beleegyeznek a foglalkozásba, de az a jó, hogyha nem csak egy papír aláírása történik, hanem együttműködés van. Tehát amikor egy problémát bárki jelez az iskolapszichológus számára, akkor jó esetben mondjuk egy osztálylátogatás is történik, amikor a csoport közegben megnézi a gyerek viselkedését, egy egyéni találkozás, úgymond állapotfelmérés, ismerkedés, szülővel való beszélgetés és a pedagógussal való konzultáció. És ezekből a tapasztalatokból tevődik össze egy kép, ami alapján aztán el lehet dönteni, hogy merre érdemes tovább lépni. Hogy az iskola pszichológus az iskola keretein belül tud segíteni, vagy pedig tovább küldi esetleg valahova a gyereket és a családot. Ez egy fontos döntés. Nyilván nagyon összetett lesz megint, amit kérdezek, de úgy körülbelül, hogy hogyan lehet ezt elképzelni, tehát nagyon érdekesen és nagyon összefoglaltad, hogy mi a menete. Hogyha az iskola keretein belül próbáljuk megoldani, akkor hogy néz ki egy ilyen foglalkozás?
a gyermekkel? Hát ez rendkívül különböző. Hát eleve ugye az iskola pszichológusok a 6 és 18 év közötti gyerekek, diákok, tanulóknak a széles életkori skáláját ismerik és foglalkoznak velük, tehát rendkívül különböző. Ez a kicsiknél a játék természetesen nagyon előtérben van, ehhez sokszor az eszközök nem mindig vannak meg annyira egy iskolában, tehát ez egy mindig nagyon hálásak a kollégák, hogyha kapnak egy keretet a vezetéstől vagy a tankerülettől, amiből játékokat, társasjátékokat, eszközöket, kártyákat vásárolhatnak, esetleg teszteket, bár pont a tesztelés nem annyira jellemző az iskolapszichológiára, de azért az is szükséges lehet. A nagyobbaknál már nyilván inkább a beszélgetés, de ott is vannak azért olyan kreatív megoldások, vannak olyan rajzos kommunikációs módok, vagy olyan társasjátékok, amiket egy tizenéves gyerekkel is nagyon jó lehet játszani. És az is különböző, hogy mondjuk hányszor találkoznak. Van, amikor egyetlen egy találkozás után leül a pszichológus a szülővel, és megbeszélik, hogy nem ő fog tudni segíteni, hanem menjenek tovább a szakszolgálatba, a pszichiátriára, vagy bármilyen más intézménybe. És van, amikor megegyeznek, hogy mondjuk háromszor, négyszer találkoznak, egy konzultációs keretben kijelölnek valamilyen célt. Tehát akármilyen kicsi a gyerek, ez nyíltan van kommunikálva, hogy miért is van ott, mit gondol ő erről. Tehát az első kérdések közé tartozik mondjuk, akármilyen kicsi a gyerek, a pszichológus részéről, hogy mit gondol, miért van ott. És akkor valamikor tudja a gyermek, vagy van róla elképzelése, van, amikor nem. És akkor ezt érdemes átbeszélni, hogy mégis mit várnak egymástól, mit tud segíteni a pszichológus, mi a fő probléma. Ezt nyilván mondom, életkor szerint lehet így megbeszélni. Egyfajta kis szerződést kötnek arra, hogy mi a cél ennek a néhány találkozásnak. Alapvetően ugye azért az jellemző, hogy a hosszú egyéni foglalkozás az nem az iskola pszichológiának a fő jellege. Előfordulhat, ha nagyon szüksége van rá, vagy nagyon úgy néz ki, de alapvetően itt inkább a rövidebb találkozások. Tehát ez egy prevenciós, mentálhigiénés szűrő funkció elsősorban. És a gyermekek hogyan szokták fogadni az iskola pszichológusokat? Mégiscsak tényleg egy elég erős kapcsolat, egy nagyon intim kapcsolat fog kialakulni közöttük. Nyilván, hogy akár már a picik között is biztos van eltérés az idősebbek között is, de hogyan lehet a bizalmukat elnyerni igazából, ez lenne a... Hát ez egy fontos dolog, amit nem csak a pszichológusoknak kéne tudni, hanem sok felnőttnek is, hogy elég jól kell tudni hallgatni. Ha valaki ismeri a Michael Ende Momó című könyvét, ott van egy nagyon szép fejezet arról, hogy hogyan hallgat Momó. De valahogy a pszichológus is úgy hallgat, ha sikerül, hogy közben nagyon sok minden kiderüljön. Tehát, hogy akár gyerek, akár felnőtt, nagyon sok mindenre magától is rájöjjön. Egyébként a gyerekek nagyon sokszor versengve akarnak menni a pszichológushoz, akkor is, amikor semmi problémájuk nincsen esetleg, vagy semmi komoly problémájuk nincsen. De az ellenkezője is előfordul, amikor a gyerek nagyon is érzi a problémát, és ő maga sem akar vele foglalkozni, vagy a szülő nagyon hárítja, nem akar együttműködni, mert ő is érzi, hogy valami nagyon nagy gond van, és nem akar vele szembenézni. De olyan is van, azért előfordul, hogy egy kicsit ilyen, hát félig meddig büntiből küldik a gyereket a pszichológushoz, akár egy-egy pedagógus jó szándéka, de valahogy úgy jön ki a dolog, hogy hát akkor menjen a pszichológushoz. Na most érthető, hogy ez egy ellenállást kelt minden gyerekben, a kamaszokban pláne, úgyhogy ez nagyon fontos, tényleg ez, hogy a gyerek tudja, hogy hová megy, kihez megy, miért megy, és hogy ő önkéntesen megy. Amíg ő nem önkéntesen megy, addig semmi értelme nincsen. Az, hogy ez könnyebb legyen ez a folyamat, általában a tanév elején, ahova csak lehet, osztályokba a pszichológusok bemennek bemutatkozni, megismerkedni. Elmondják, hogy kik ők, mivel lehet hozzájuk fordulni, hogyan lehet őket megkeresni, és akkor már van egy pozitív van egy, igen, igen. Akár tartanak, ugye, amúgy is szoktak tartani pedagógusi kérésre is, de akár csak ismerkedőként is, egy ilyen osztályépítő, közösségépítő, játékos foglalkozást például. És akkor az már egy jó képet ad, már van kihez fordulni. Ezek után sokszor azt mondják a kollégák, hogy egy ilyen osztályfoglalkozás után sokszor megugrik az egyéni megkereséseknek a száma természetesen. Kettő dolog jutott eszembe, az egyik a szülőknek a feladata, erről majd még később beszélünk, a másik pedig az, hogy mik azok ha ez is nyilván nagyon nehéz kérdés, vagy pontosabban válasz nehéz rá, mert összetett megint, mik a leggyakoribb problémák, amikkel megkeresik az iskola pszichológust?
No, a szülők szerepe tulajdonképpen itt párhuzamban hoznám a pedagógusoknak a szerepével, mert a probléma típusától függően van, amikor a szülőknek van nagyobb szerepe, és van, amikor a pedagógusnak van nagyobb szerepe az együttműködésben. Attól függ, hogy hol melyik helyszínen jelentkezik jobban, vagy melyik érzelmi világban jelentkezik jobban a problémának a hangsúlya. Nagyon ugye szülők is, pedagógusok is, bármelyik felnőtt hajlamos arra, hogy egy kicsit szeretné beadni a gyereket a javítóba, ugye, hogy itt a pszichológus majd ő megoldja. Oldja meg. Vagy ha nem is oldja meg, legalább adjon receptet. Tehát, hogy a, na most sajnos egyik sem működik. Tehát ez egy együttműködés, amikor ez az előbb vázolt megismerkedés, tapasztalatszerzés lezajlik a pszichológus részéről, akkor utána leül egy szülői konzultációra, vagy egy pedagógus konzultációra, esetleg együtt, olyan is előfordulhat, hogy együtt ülnek le a felnőttek, és akkor átbeszélik a helyzetet, a szempontokat, ki hogyan látja, ki miben látja a problémát, és lépésenként keresnek megoldásokat. Ez tényleg ahány annyi féle. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos. Mondjuk olyan is előfordul egyébként, hogy egy kamasz gyerek azzal keresi meg a pszichológus, hogy neki van problémája, szeretne segítséget kérni, de nem akarja, hogy a szülők erről tudjanak. Uh-huh. Na most erre nincsen mód. Tehát olyan előfordulhat, hogyha a gyerek éppen krízisben érzi magát, akkor egy beszélgetéssel leül a pszichológussal, ott akkor spontán. De a cél mindenképpen az, hogy a gyerek is belássa, hogy a szülő nélkül nem oldhatóak meg azok a problémák. Hiszen hogyha ő nem akar szólni a szülőknek, akkor ott van valami feszültség is. Hát hogy lehetne úgy dolgozni, hogyha ők erről nem tudnak. Tehát hogy ez is egy... érdekes etikai kérdés. Az pedig, hogy hányféle problémával, hát az szinte felsorolhatatlan. Nyilván iskola révén nagyon gyakoriak az úgynevezett tanulási problémák, kicsiknél is, nagyoknál is. Ilyenkor is fontos az együttműködés. Van, amikor a logopédus vagy gyógypedagógus kolléga is kicsit fölméri a gyereket, hogy hol lehet a probléma. Ha mondjuk egy részképességzavarról van szó, valamilyen figyelemzavarról, vagy disz jellegű, diszlexia, diszgráfia jellegű problémáról. De van, amikor a tanulási problémák mögött is nem annyira képességzavar van, hanem kifejezetten érzelmi probléma. Tehát lehet olyan, hogy mondjuk pont túl nagy a teljesítménynyomása a szülők részéről, vagy az iskola részéről, és akkor van egy ellenállás, akár egy ilyen kiégés a gyerekeknél is előfordulhat, hogy elege van már, hogy mindig valamit csinálni kell, és nehéz. Az is előfordulhat, hogy családi, éppen családi krízis van, és azt terheli meg őt, és nem tud másra figyelni. Az is előfordulhat, hogy az osztályban vannak olyan, akár bántalmazó helyzetek, amit megakadályozzák őt abban, hogy figyelni tudjon. Tehát nagyon sokféle oka lehet még egy egyszerű tanulási problémának is. És ezen kívül hát nyilván nagyon, ahogy az utaltam is rá, ugye nagyon van, amikor akár iskolai erőszak témában kereshetik meg, akár gyerekek, akár szülők, akár a pedagógusok az iskolapszichológust. És akkor az egy komplexebb dolog. Ugye az nem úgy van, hogy megvigasztaljuk a bántalmazott gyereket, hanem hogy akkor az osztálya, vagy az egész iskolai közösséggel kell erről foglalkozni. Erről nagyon jó programok is vannak. Aztán vannak ugye serdülőkori krízisek, amikor akár egészen súlyos, akár önsértésig, vagy szerhasználatig elmenő problémák lehetnek. Ilyenkor már lehet, hogy át kell lépni másik szakemberhez is, vagy együtt kell működni többféle szakemberrel. Van, amikor a pályaorientációt, tehát a kicsiknél az iskolai beilleszkedés egy fontos dolog. Aztán az alsó és a felső tagozat közötti váltás. A nagyoknál pedig ugye a pályaorientáció, pályaválasztás, felvételire fölkészülésnek a stressze, a stresszoldás. Nagyon sokszor a stresszoldás kérik mondjuk egy osztályban a pszichológust, hogy ebben segítsen ilyen relaxációs, megnyugtató technikákat mondani. Úgyhogy számtalan. De is az van, amikor sajnos mondjuk súlyos krízis van, egy haláleset történik az iskolában, akár gyerek, akár felnőtt, és akkor is ugye az iskolapszichológus akár más szakemberek bevonásával is egy kis tímben tud segíteni a gyásznak a, hogy mondjam, viszonylag nyugodt megélésében, feldolgozásában, ezzel való megküzdésben. Tehát, hogy nagyon sokféle feladat van a vidámabbaktól az ilyen nehéz, súlyos helyzetekig. És tapasztalatom szerint nagyon sok esetben szeretettel segítenek a pedagógus kollégáknak is, akár mondjuk a vírus helyzettel kapcsolatban, relaxáció tanároknak is, tehát egy nagyon tényleg összetett feladata van, és nagyon sok korosztálynak és pozícióban lévő embernek tudnak segíteni.
Az ellátórendszerről beszéljünk még egy kicsit. Milyen problémákkal és nehézségekkel kell szembenéznetek, hogyha vannak ilyenek jelenleg? Hát röviden össze lehet foglalni, kapacitás hiány. Tehát ugye a legfőbb partnerünk nekünk itt ugye a kerületben az az újpesti pedagógiai szakszolgálat, ahol pszichológus kollégák és gyógypedagógusok is tudnak segíteni fejlesztő terápiában, pszichoterápiában a gyerekeknek, vagy mozgáscsoportot, vagy önismereti csoportot. Nagyon sokféle módszer van, de és nem is vagyunk kevesen, tehát rajtam kívül 13 pszichológus van a szakszolgálatban, de nagyon nagy kerület, ugye Újpest, Káposztás megyer, és hát nagyon sok igény van. Tehát van, amikor bizony már október-novemberre betelnek a helyek, és hosszú várólista van. És van, amikor pedig tovább is kell küldeni a gyerekeket, mondjuk gyermekpszichiátriára, vagy neurológiai vizsgálatra is, nagyon sokszor nagyon hosszú a várólista ott is. Úgyhogy, és hát és van, amikor átcsap a probléma a gyermekvédelem területére, és a gyermekjóléti szolgálatban dolgozó kollégákkal együttműködünk, és bizony ők is kevesen vannak, ott sincs betöltve minden státusz. Tehát, hogy ez a legfőbb probléma, hogy sokszor nincs hová küldeni, és előfordul, hogy az iskolapszichológus kolléga már tovább küldeni a gyereket, már nem ő szeretné tartani, de mégis csak kell addig, amíg nem jut el ellátásba. Lezárásként viszont egy kicsit pozitívabb gondolatok felé próbálunk menni. Nem tudom, hogy mi a véleményed, és hogy ez valóban így van-e, de nekem az a tapasztalatom, hogy ma már, és tulajdonképpen globális szinten is, az emberek nyitottabbak sokkal a pszichológiára, mint tudományra, és egyre többen, ahogy te is mondtad, kérnek segítséget, és a felnőtteknél is át tudtuk lépni, és megugrani ezt a lécet, hogy akkor itt problémák vannak, és nem fordulok senkihez, hanem most már merek fordulni, és merek segítséget kérni. Igen, ez egyértelműen így van. Tehát nekem azért már elég hosszú rálátásom van erre, van egy pár évtized tapasztalat, és valóban, tehát mondjuk tegyük fel, 30 évvel ezelőtt sokkal cikibb volt, sokkal kínosabb volt, sokkal nagyobb volt az ellenállás, hogy bárki pszichológushoz forduljon. Ismerik a szokásos, nem hülye az én gyerekem, nem vagyok én hülye. Ez nagyon-nagyon-nagyon sokat változott. Nem mondom, hogy teljesen elmúlt, inkább talán az van inkább, hogy ellenállás van, ha nem akarnak a problémával szembenézni. De ez nagyon sokat változott. Tehát az iskolapszichológusok nem szenvednek attól, hogy nem fordulnak hozzájuk eleget, és a szakszolgálatban dolgozó pszichológusok sem. De sajnos mégiscsak vissza kell utánom, bármennyire pozitívan akartuk, hogy nagyon sokszor olyan van, hogy például látjuk, hogy a szülőnek lenne valamilyen szükség. Problémája, vagy akár egy pedagógus kollégának, és bizony ingyenes ellátás nagyon kevés van. Tehát magánellátás igen, tehát tudunk mondani megbízható kollégákat, de az bizony nem olcsó dolog, és nem mindenki tudja megfizetni. Úgyhogy itt mégiscsak be kellett, nem sikerült a tökéletes pozitív befejezés, de az tény, hogy nagyon sokat változott a pszichológiai kultúra ebben. Ebben azért vannak újságok, folyóiratok, könyvek, rengeteg jó könyv van, ami egyszerre szakszerű és népszerű, úgyhogy igen, ez így van. Hát remélem akkor egyre többen fordulunk, és tulajdonképpen ez a hiány probléma is meg fog majd oldódni. Anna, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és további sok sikert kívánok a munkádban. Én is köszönöm szépen, a kollégáinkon nem fog múlnia a segítség.